Boldog napot, szeretettel köszöntünk benneteket Liszkai Judittal. Szia, Jucus! Szia, Gyuri, sziasztok! 2024. januárjához érkeztünk, ami a kínai asztrológiát illeti, úgyhogy következik a kínai évkör utolsó fázisa, ami... Igen, ami a Yin-fa és a Bivaj hónapja. Yin-fa-Bivaj hónap lesz. Kíváncsian várom, hogy mi az összbenyomásod erről az egészről. Szerintem olyan kellemes. Kellemes hónap, ugyanúgy, mint a nyugatiban is mondtuk, szóval nincsenek erőből ilyen nagy energiák, nagy akarások, szóval olyan szépen lehet menni. Uh-huh. Hát ugye, ami érdekes, megint nincs hangom, január 5-én kezdődik a hónap, tehát január 5 késő esti órákban, és ugye a Yin-fából adódóan, a Yin-fa az ugye egy olyan energia, ami bár nagyon célkövető, de nem nagyon konfrontálódik. Tehát, hogy, és ilyenkor mindenki egy kicsit Yin-fává válik. Tehát az embereknek fontos az, hogy tehát nekünk fontos az, hogy gondolkodjunk a céljainkon, kezdjünk el tervezgetni, de nem kell még nagy erőszakos energiákat abba beletenni, hogy elinduljunk valami felé, hanem inkább az ilyen diszkrétebb, kellemesebb módszereket kell keresni ilyenkor. Például tud az ember keresni kapcsolódásokat, akikkel esetleg belekezd valamibe, elkezd valamit, az is például jó dolog. Illetve ilyenkor mindig fel tudunk állítani B-terveket, mert a Yin-fa mindig szól arról is, hogy felkészültek vagyunk, független attól, hogy nem toljuk másoknak az arcába, hogy mit akarunk, hogy akarunk, de mindig van egy B-tervünk, mindig van egy felkészülés. Ilyenkor, ilyen időszakokban sokkal inkább az mondható el, hogy a kompromisszumok hozzák az eredményeket. Tehát amíg a december, ugye a Yang-fa időszak az azt mutatta, hogy bizonyos dolgokban nagyon önfejűek vagyunk, nagyon maga csak a saját fejünk után megyünk, de hogy ott volt ez az illúziónikus, álmodozós időszak, most az álmodozásból már kikerültünk, viszont egy szolidabb energiával tudunk sokkal inkább haladni. Ilyenkor például jó az, hogyha nem vállalunk nyíltan konfliktusokat, ami nem azt jelenti, hogy kiforulunk, hanem megpróbáljuk szelídíteni, vagy elvenni a dolgoknak az élét. És olyan, tehát megkeresni azokat a helyzeteket, amik ilyen win-win helyzetek, és mindenkinek jó. Tehát a béke leginkább, én azt hiszem, hogy ez jut róla eszemben. Illetve érdemes ilyenkor figyelni a környezetünket, a körülöttünk levő dolgokat, energiákat, és fogjuk látni azt, hogy mi hova fut ki. Tehát amikor látjuk, hogy teljesen fölösleges valakivel egy konfliktust kezdenünk, mert úgysem fogod elvezetni a dolog ahova, akkor inkább diszkréten próbáljuk meg ezt így lekeverni, mint a DJ a zenét, és akkor talán jobb lesz. Illetve ez a Yin-fa időszak mindig mutat jó kommunikációs képességeket, tehát nagyon szépen ki tudjuk beszélni magunkat a dolgokból, át tudjuk beszélni, esetleges, hogyha valakivel rossz érzésünk volt, vagy valami meg nem beszél dolog annak is, arra is most egyébként érdemes sort keríteni. Amire figyelnünk kell viszont, hogy ne legyünk befolyásolhatóak, mert azért a Yin-fa energia az olyan, hogy ilyen energiában hajlunk arra, hogyha valamiben mondjuk döntést szeretnénk hozni, akkor beszélünk valakivel, aki azt mondja, hogy így csináld, úgy csináld, amúgy csináld. A másik ember meg azt mondja, hogy ne így csináld, hanem úgy csináld, amúgy csináld, amúgy csináld. És akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy aki a legerősebb hatást tette ránk, hogy a legutoljára beszéltünk vele, abba az irányba döntsünk. És akkor ilyenkor mindig fontos az, hogy hallgassuk meg mások véleményét, de hagyjuk a dolgokat leülepedni, és utána csináljunk egy konklúziót, és akkor ami nekünk kényelmes, vagy egy könnyebb döntés, afelé menjünk el. A könnyebbet azt értem ez alatt, hogyha valamiről szeretnénk dönteni, és az olyan rossz érzéseket, mondjuk van két válaszút, és akkor az egyik ilyen rossz érzéseket, nehéz érzéseket kelt bennünk, a másik meg jobb érzéseket, akkor azért érdemes mindig figyelni, hogy a jobb érzés felé menjünk. Nem biztos, hogy az a könnyebb, de mindenképpen amit könnyebbnek érzünk, lelkileg jobbnak érezzük, afelé érdemes. Szóval ez a befolyásolhatóság az, amire figyelnünk kell. Illetve, hogyha mi szeretnénk célt érni, akkor nagyon jól tudunk úgy célt érni, hogy finoman irányítunk másokat. Tehát ez az az időszak, amikor rá kell valakit vezetni valamire, hogyha nem tudom, a főnök túl sok munkát ad, akkor vagy rá kell vezetni, hogy hadd ne vigyen már haza hétvégén, mert neki se lesz jó, ha én fáradt leszek. Vagy mondjuk otthon, hogyha a család valami olyasmit szeretne kérni, akkor velük is érdemes elbeszélgetni, hogy hogyan. Illetve a másik aspektus a bivaj, az ugye egy yin-föld energia, ez mindig hozza azt, hogy sokkal elfogadóbbak vagyunk. Valószínűleg ezért is lesz kevesebb a konfliktus, mert nem hajlunk arra az önfejűségre, kevésbé vagyunk türelmetlenek, mint mondjuk az előző hónapban, a patkány hónapban. Ott ugye mutatta azt, hogy türelmetlenebbek is vagyunk, és önfejűbbek is vagyunk. Most sokkal szelidebbek vagyunk, de valószínűleg azért is, mert ugye lemennek az ünnepek, és akkor mindenki megnyugszik, meg volt a karácsonyi vacsora, akivel kellett összevesztem már karácsonykor, stb. És ilyenkor az emberen van egy pici melankólia is, van egy kicsi elfogadás is, de ugyanakkor van egy kis nyitottság, hogy na új időszak, mi fog történni.
Úgyhogy mások helyzetébe is jobban bele tudjuk ilyenkor magunkat képzelni. Ami még lehet, hogy Bipa ugye nagyon kitartó állat, tehát itt megint tudok reflektálni a bakmarsra majd ugye a hónap második felében, hogy azért amit szeretnénk, afelé kitartóan el tudunk indulni, de azért van itt egy olyan ellentét is ugye a dolgok mögött, a függöny mögött, hogy esetleg akkor totyogunk egy helybe, hogyha valamit szeretnénk csinálni, de azt érezzük, hogy fú, ez túl sok energiába kerül, és amikor már agyban elfáradunk az egésztől, és akkor totyorunk, és a végén nem kezdünk bele. Tehát itt azért fontos, hogy belemerjünk kezdeni, de még nem biztos, hogy akkora lesz a löket. Tehát lehet, hogy ez még olyan munkafolyamat, ami szépen lassan, kitartóan megy, és majd egyszer csak meghozza a gyümölcsét. Picit az önbizalmunk is ilyenkor nem a legtökéletesebb, mert ilyenkor van az, hogy azt érezzük, hogy nehezünkre esnek inkább a dolgok, hogy a másik biztos ügyesebben megcsinálja, stb. Tehát ilyen kérdések is előjönnek, viszont hogyha, ahogy mondtam, hogyha elmerjük a dolgokat kezdeni, akkor meg pont, hogy átfordul, és az lesz belőle, hogy hú, de jó, megvergetem a saját vállam, milyen ügyes vagyok, ezt is meg tudom csinálni. És itt nagyon fontos még, hogy a realitás, hogy megint csak vissza tudok csatolni, hogy reális dolgokat, reális célokat nézzünk. Tehát a december szólt nagyrészt az álmodozásról, január az egy sokkal lassabb, kellemesebb, szelidebb energia, de a racionalitást itt egy picit talán jobban tekintetbe tudjuk venni. Aztán ami van másodlagosan, ez nem egy annyira erős energia, de a napindítása mutatja azt, hogy sokan érezhetünk olyan típusú stresszt, ez a gyomorban ez a picit káosz érzés, picit olyan otthon is, a munkába is, vagy valahogy úgy érezzük, hogy rajtunk van a nyomás, de szerintem ez sem egy annyira komoly dolog, és mondom, másodlagos energiák mutatják, tehát nem kell, hogy ez átitassa minden napunkat, hanem ezt is inkább arra tudom fölhúzni, hogy ugye az év elején az emberben mindig van egy ilyen tudatalatti stressz. Ugye ilyenkor jönnek ez a miben emelnek árat, mi kerül megint sokkal többe, mit tudom én, a fűtésszámlák elkezdenek kijönni, mennyi idő van még a télből, drágább az energia, stb. Tehát amikor úgy mindent egyben megérzünk, mert ugye ősszel már, hogy készülünk a tére, karácsonyra, az egy pörgősebb dolog. Ilyenkor meg az, hogy valami levezetődik, de a tavasz még nincs itt, és a január, szerintem a január egy kicsit lebegés a két dolog között, hogy még nagyon tél van, de már a fontos dolgok lementek, az ünnepek, a pörgés, de még nincs itt az a tavaszi lendület, és akkor egy picit ilyen két part között érezzük magunkat. És ebben lehet egy ilyen stresszes energia, hogy úgy sokszor lehet, hogy nem is tudjuk ezt kimondani, vagy megfogalmazni, hanem hogy gyomorból érezzük ez a, na mit hoz a jövő, na mi lesz most, stb. Tehát ez egy tök normális érzés ilyenkor, úgyhogy ezzel nem is kell nagyon foglalkozni. Viszont az fontos, hogyha valamilyen döntést mégis hozunk, ugye úgy, hogy elkerüljük a konfliktust, akkor azért jöhetnek olyan helyzetek, amikor ki kell állni magunkért. Tehát előjöhetnek olyan helyzetek, és ez is lehet egyfajta stresszfaktor, hogy bizonyos ideje már húztunk dolgokat, vagy húztunk döntéseket, mert békességet akartunk, nem akartuk a konfliktust, stb. És akkor most úgy megérezzük, hogy hát most már azért illene ára vagy bére lépni a dologban, és akkor itt békés eszközökkel, tehát az a feladat, hogy békés eszközökkel, de azért kiálljunk magunkért. Tehát ugye nem az fogja fenntartani a békét, sem munkahelyen, se otthon, hogyha visszanyeljük a dolgokat, hanem hogyha megtaláljuk azt a csatornát, hogy úgy elmondjuk, hogy figyelj, nekem ez és ez annyira nem tetszik, nem esik jól, nem szeretném ezt csinálni, mit tudom én, de hogy bele kell állni. És mindig, amikor az embernek vannak ilyen helyzetek, amiben bele kell állni, az ugye mindig hoz valamilyen fajta válaszutat, ez is mutatja, mert itt is azért a fa energia az mindig szól a válaszutakról, hogy valamerre már kellene menni, valamerre már döntést kéne hozni. És az is lehet, hogy egyébként nem egy annyira feszítő helyzet, hanem magát a stresszt az is okozhatja, hogy tudom, hogy most már kéne, de még húzom, halasztom, nem akarok tudomást venni róla, de már érzem belül, hogy most már lassan eljön az az idő, hogy nem tudom, szint kell vallani, vagy lépni kell. Tehát ez hozhat egy pici feszültséget. Tehát leginkább abból adódik, hogy nem akarok valamivel foglalkozni, hogy a szőnyeg alá söpröm, nem akarok, mit tudom, hogy mennyit költöttem karácsonykor. Ugye az emberek karácsony előtt, akkor ilyenkor szokták hitelre venni a tévét, meg ugye mindent, és akkor lehet, hogy ugye nyilván az ember decemberben úgy van, vagy nagy vonalban, na még a gyereknek megveszem ezt, na anyukámnak, na még minden belefér, és akkor januárban úgy van, hogy hoppá, egy picit kiköltekeztem, és ez is ugye okozhat egy ilyen jellegű stresszt, hogy meg nem akarok ezzel annyira szembesülni. Tehát számos apró dolog lehet, nem kell ezeknek nagy dolgoknak lenni, csak úgy megérezzük. Aztán szintén másodlagos energiában olyanok is jelen vannak, hogy lesznek helyzetek, amiben belelkesedünk, ami tud előre vinni, ez is ugye vissza tud csatolni a nyugati képlethez, de viszont a kínai mutatja azt, hogy
És ugye ez a lelkesedés, hogy egyrészt mondtam, hogy van egy kis önbizalomhiány, de másrészt ott van a lelkesedés, és ez gyönyörűen hozza azt, hogy alapvetően ez egy jó hangulatú időszak, tehát jókedvű időszak, csak a kínai azt is mutatja, hogy viszont nem kell még most meghozni hosszú döntéseket, vagy messze távlati döntéseket, mert lehet, hogy most úgy érezzük, hogy fú, nagyon ezt szeretném, vagy nagyon ki szeretnék törni, vagy fú, megvan az óriási ötlet, ami ugye pozitív energiánkból van, de viszont nem biztos, hogy ez annyira tartós lesz. Tehát lehet, hogy ma így gondolom, holnap úgy gondolom, vagy nem tudom, elmondom valakinek a világ megváltó terveimet, és az azt mondja, hogy hagyjam, ez hülyeség, és akkor lelombozódom. Tehát, hogy lehet tervezni, lehet lelkesedni, lehet újult energiákba belemenni, de nem, még nem itt van az ideje a döntésnek. És mivel, ahogy mondtad, ez egy utolsó szakasz, és február 4-én pedig indul a kínai új év, és kikerülünk éves szinten is ebből a yin-víz energiából, ott sokkal határozottabb energiák várnak. Tehát ha már eddig nem hoztunk döntést, hosszú távra tervezendő döntést, akkor már a januárban szerintem nem érdemes, hanem a jövőre februárban. Aztán az is lehet, hogy változnak hirtelen az energiák, a sors behozza azt, hogy na most akkor már tényleg muszáj vagy kötelező, de azt gondolom, hogy ha már eddig el voltunk egy kicsit a zavarosban, meg az illúziókban, akkor az utolsó hónapban kár ebből. Ugyan január az első hónap, de mégiscsak utolsó. Szóval, hogy kár erre felé elindulni. Inkább csak tervezzünk, inkább csak vigyük véghez gondolatba, esetleg tegyük meg az első lépéseket, de még ne tervezzünk hosszú távra. És ugye elég sok a vízenergia ebben a hónapban, ami hozza továbbra azt is, hogy az intuícióink meg lesznek, a belső hangunkra érdemes hallgatni, fogjuk érezni, hogy mi az, amit tenni kell, mi az, aminek eljön az ideje, jól tudunk ráhangolódni másokra. Ugye nyilván ez is segíti a kommunikációt, a különböző békés helyzetek megoldását, azt is, hogy kiálljunk magunkért, illetve azért még az is lehet, hogy itt azért még lesz dolgunk bőven, mert ugye a vízenergia mozgékony, tehát hogy jönni-menni fogunk, lesznek feladatok, amit el kell végezni. És a faenergia pedig hozza már azt, hogy mégiscsak ott van bennünk, hogy most már szeretnénk menni előre, szeretnénk növekedni, tervezünk, hogy mit szeretnénk a jövőbe, hogy szeretnénk a jövőbe, merre menjünk, ez egy nagyon jó időszak erre. És illetve a hónapnak az indításának a napja, ami itt a kínai, tehát hogy nézzük az energiákat, ez nem egy annyira erős dolog, viszont nagyon érdekes, ez egy faikongos energia, amiről ugye nagyon sokat beszéltem a 24-es előrejelzésnek a kapcsán, aki amúgy nem látta, azt szerintem érdemes megnézni az éves előrejelzést, és mivel a nap már hozza ezt a faikongos energiát, tehát már egy picit, mintha bevillantanánk, hogy na akkor mi is vár ránk a következő évtől, tehát itt már el lehet kezdeni a megérzéseket használni, egy picit összeszedni a mentális erőnket, egy picit hangolódni arra, hogy ez egy nagyon különleges év lesz, és nem biztos, hogy ugyanabból az energiából, ugyanabból a térből kell döntéseket hoznunk, mint amit eddig. Tehát nem biztos, hogy tehát föl van minden nagyon-nagyon gyorsulva, és ehhez képest ugye döntenünk is sokkal gyorsabban kell, és nem biztos, hogy már ugyanazokon az alapokon, mint régebben, hanem egyszerűen sokkal jobban kell nézni azt, amit a szívünk diktál, amit a lelkünk diktál, ami belülről jön, és lehet, hogy sokszor ez a dolog ellene megy annak, ami a racionalitás. De hogy egyre inkább arra felé megyünk, hogy és az egész év ugye fog erről szólni, hogy a teremtő erőnk felerősödik, és amit mi szeretnénk a fejünkben megteremteni, és elindulunk pici lépésekben arra most egy nagyon nagy nyitottság van, hogy ezt az univerzum vissza is adja felénk, hogyha új módszereket választunk. És szerintem egy picit ez így mutatja azt, hogy egyre jobban hangolódunk az új energiákról, és egy érdekes átmenet lesz, de egy nagyon kellemes átmenet, úgyhogy nagyjából ennyi szerintem, ami jó, fontos. Köszönjük szépen. És akkor itt is megemlítem, miként ezt a nyugati asztrológiai elemzés kapcsán is az előző műsorunkban tettem. Hát, ha még valaki esetleg nem látta, és ezúttal is kedvet kap hozzá, mindenkinek egyébként ajánlom, hogy a mi időnk szerint 2023. december 28-a napján, vagy igen. Azért mondom, ilyen furcsa, hogy környékén, vagy aznap nagyjából, tehát az év utolsó napjaiban már hozzáférhető lesz a liszkaijudit.hu oldalon, az a bizonyos kínai asztrológiai naptár, amelyet Jucus készített 2024-re vonatkozóan, ami nem csak egy átlagos naptár, nyilván ezt azoknak mondom elsősorban, akik még nem találkoztak vele, mert akik már találkoztak a 23-as verzióval, azok pontosan tudják, hogy hogyan épül fel, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy látogasson az oldalra, ott bele tud lapozni, és hogyha értékeli az ilyenfajta iránymutatásokat, tanácsokat és apró részleteket napi szintre lebontva,
akkor biztos vagyok benne, hogy kedvet fog hozzá kapni, és be fogja tudni szerezni. Egyébként pedig kövessetek bennünket a különböző közösségi média felületeinken is, nem sorolnám fel, hogy melyeken pontosan, hiszen neveink alapján nagyon könnyen beazonosítható mindegyik oldalunk, mind a személyes weboldalak, mind pedig a közösségi média oldalak, illetve ezúton is kívánunk, attól függ, hogy ki mikor nézi ezt a műsort, boldog új esztendőt és valóban jó felkészülést az egyébként 2024. február 4-én induló kínai új évre. Így van. Mindenkinek boldog új évet. Köszönöm szépen, Jucus, hogy egész évben elkápráztattál minket a tudásoddal, és megosztottad velünk ezeket a nem csak hogy hasznos, de nagyon praktikus tanácsokat is, és igen, számíthattok arra, hogy 2024-ben is legalább két alkalommal, tavasszal, illetve az ősz folyamán újabb kínai asztrológiai tanfolyamokat fogunk indítani. Köszönjük szépen egész éves kitüntető figyelmeteket, búcsúzunk, boldog napot! Köszönjük, sziasztok!